Egyre jobban a zsebünkbe kell nyúlni a boltokban, lassan nincs olyan termékkör, ami ne drágult volna meg az elmúlt időszakban. Az árak folyamatos emelkedése sokaknak azért okoz nehézséget, mert közben a fizetésük maradt a régi, vagyis míg a kiadásaik nőnek, a bevételeik nem változnak. A drágulás egyik fő oka a forint gyengülése. A hazai fizetőeszköz a napokban 370 forint fölé is emelkedett az euróval szemben, ami történelmi mélypontot jelentett. Noha a folyamat végét nehéz megjósolni, a Magyar Nemzeti Bank lépéseket tud tenni annak megállítása, visszafordítása érdekében. Abban tud-e segíteni, hogyha kamatemeléseket hajt végre? Megtette a kamatemeléseket egyébként a múlt héten, azonban volt egy stabil kamatemelése, ami nem volt olyan magas, 30% pontos, és utána egy heti emelést jelentett be. Ezt viszont a heti bejelentést, ezt nem vette komolyan a piac. Most újabb kamatemelésre szánja el magát a Nemzeti Bank, a Monetáris Tanács. Hogy ennek mi lesz majd a nemzetközi visszhangja, azt majd eldönti a piac. Az árfolyamot ugyanis azt határozza meg, hogyan értékeli a piac a forintot, annak szereplői mennyiért hajlandóak megvenni és eladni a fizetőeszközt, tette hozzá a szakember. A magyar lakosság legnagyobb része, a bérből és fizetésből élők addig folyamatosan veszítenek, ameddig a forint nem erősödik vissza, hiszen emelkednek az árak, a kamatok. Vannak azonban, akik profitálnak a helyzetből. Azok a vállalatok, amelyek exportálnak a nemzetközi piacon, tehát euróért vagy dollárért adják el a terméküket. Ők ennek kapcsán nem érzik meg a forint gyengülését, sőt, hogyha beváltják a megszerzett valutát vagy devizát, akkor ők több forintot kapnak. Vagy több forintot kapnak azok, akik külföldön dolgoznak. És már elég sokan vannak Németországban, Angliában és így tovább Ausztriában, akik euróban kapják a fizetésüket, vagy dollárban, ők igazából profitálhatnak ebből. A helyzet azonban közel sem fekete-fehér. A szakember által is említett exportpiacra termelő cégeknek, például az autógyáraknak is veszteségeket okoz az energiaárak emelkedése, valamint a beszállítói nehézségek.